Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntök mindenkit a 11. tudományos csopakaffén. Vendégünket, Pály Bernadettet, aki az Országos Epidemiológiai Központ Nemzeti Biztonsági Laboratóriumából érkezett. Köszöntöm azokat, akik a világháron keresztül követnek minket, illetve az archívumban nézik majd vissza a mai beszélgetésünket. Hagyományaink szerint először egy kicsit megpróbáljuk megismerni a kutatót, hiszen ez az egyik legfontosabb küldetése a tudományos csopakaffénak, utána pedig következik majd egy ismeretterjesztő előadás. 1999, ELTE vegyész szak, első évfolyam, azt hiszem utoljára ott ültünk így egymás mellett. Hogyan lettél vegyész helyett biológus, és miért pont virológus? Hát én is üdvözlök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást, András. Igazából ugye régebben a virológia az főleg vegyészeké volt, vegyészeti területről, ilyen kristályosítási folyamatokat néztek virológiai szinten. Ekkor én úgy gondoltam, hogy miután érdekeltek a vírusok, hogy virológusnak fogok menni, és akkor erről a vegyészeti részről szeretném megközelíteni a virológiát. Hát hamar kiderült számomra, hogy sokkal inkább az élő természet felől, tehát a biológia felől érdemes ezt megközelíteni. Úgyhogy ekkor úgy döntöttem, hogy egy évfolyam vegyészet után váltok a biológiára. A virológia pedig nekem úgy jött, hogy már nagyon régóta, 12 évesen olvastam Koch Sándornak egy vírusokról szóló cikk sorozatát a természet világában, és igazából én akkor szerettem bele a vírusokba, és döntöttem el, hogy szeretnék virológus lenni. Úgyhogy elég korán jött az irányultság. Voltak olyan tanárok, akik ebbe az irányba tereltek, illetve azt több helyen nyilatkoztat, hogy gyerekkorban alakult ki a kapcsolat közted és az ebből a között, a fogalmazhatunk így. Az ember azt gondolna, hogy ez valamilyen új dolog, hogy egy-két éve hallani erről igazából a sajtóban. Hát igazából az első kérdésedre válaszolva, tanárok szintjén úgy tulajdonképpen inkább azt mondanám, hogy olvastam utána, tehát Koch Sándornak ez a cikk sorozata, illetve Duda Ernő professzornak a könyvei. Valamint amikor bekerültem a biológus szakra, és ott virológiai témakörben tartottak előadásokat, Berencsik professzort említeném, aki igen nagy hatással volt rá, ő az Országos Epidemiológiai Központban dolgozott, ott volt főosztályvezető, és tulajdonképpen az ő hatására sikerült bekerüljek a virológiára az OEC-ban, és ezáltal kerülhettem később a biztonsági laboratóriumban. Magát az ebola vírust nem most fedezték föl, hanem 1976-ban, ahogy majd az előadásban is részletesebben ismertetem. Mindig is okozott járványokat, de főleg ugye Afrikában, tehát azért nem cikkeztek ennyit róla. Most a 2014-16-os járvány volt egy olyan világméretű hatásokat okozó járvány, ami miatt fokozottan foglalkozott vele a sajtó. Amikor a vírusokról hallunk, akkor óhatatlanul eszünkbe jutnak a katasztrófa filmek. Mit gondolsz ezekről szakmai szemmel, illetve miért pont az ebola? Elég sok vírus van, amely fenyegeti az emberiséget. A katasztrófa filmekben igazából elég sok igazság van, bár ugye ezek javarész hollywoodi rendezések, tehát kicsit eltúlozva ábrázolják őket, kicsit hatásvadász módon. Igazából ami nekem nagyon tetszett, az és szintén nagy hatással volt rám, hogy az ebolával foglalkozzak, ugyanaz nem az eboláról szól, de kvázi az ebolának a tüneteit írta rá a Dustin Hoffman című féle vírusfilm. És hát azóta is ugye egyre több film jelent meg, például a Fertőzés, vagy például most a valamelyik csatornán játszódik az Utolsó hajó című sorozat, amelynek ugye ezek majdnem, hogy egy teljesen reális, kiseltúzott ugyan forgatókönyveket ábrázolnak, de azért van igazság alapjuk. A módszerek, amiket használunk, persze egy vakcinának a kifejlesztése az nem úgy, mint a filmekben egy-két hét alatt történik, hanem hosszú évek kutató munkája. És miért pont az ebola? Hát igazából nem csak ebola vírussal foglalkozom, hanem krími-kongói vérzéses láz, lassza vérzéses láz, új és óvilági arénavírusok okozta vérzéses lázat. Az ebola úgy került a fókuszunkba, hogy sikerült Afrikába kijutnom egy járványra, és az ezt követő kutatási projektekbe is bekapcsolódtunk, tehát jelenleg ezért fókuszálunk az ebolára, de többi vérzéses lázzal is, amik ugye például a krími-kongói vérzéses láz az jelen van Európában, ugye Spanyolországban nemrég betegedett meg néhány ember, és meg is halt. Ugye globális felmelegedés következtében a vektora már itthon is megjelent Magyarországon, és mi ugye ezzel is foglalkozunk, hogy maga a kullancs hordozhatja-e itthon a vírust.
Miért fontos itt Magyarországon az ebolával foglalkozni? Miért nem dőlünk hátra, és mondjuk azt, hogy tőlünk gazdagabb és fejlettek országok, vagy ott, ahol ez akutan jelentkezik, majd megoldják ezt a problémát? Ugye elég kevés BSL 4-es szintű laboratórium van Európában. Ezek a laboratóriumok kvázi egy ilyen összefogásként megosztják a munkát egymás között, és a másik pedig az, hogy igazából ugye a környező országok számára a schengeni határvédelmét az a labor azért épült, hogy ellássa. Tehát a mi feladatunk az, hogy felkészüljünk, hogyha bármi történik, ahogy például a nyugat-afrikai ebola járvány alatt itthon is volt Magyarországon gyanús eset, tehát nekünk ezeket az eseteket tudnunk kell diagnosztizálni, fel kell készüljünk, hogy kizárjuk, vagy pedig megerősítsük a diagnózist. Hiszen ha Magyarországon nem foglalkozunk ezzel, akkor a következő, ahova küldhetnénk a mintát, az Németország lenne. Ugye a mintaszállítása is nagyon drága, mert speciális mintaszállítást igényel, illetve magának a diagnosztikának az időtartama is több napot venne igénybe. Itt pedig helyben 6 óra alatt körülbelül meg tudjuk oldani a diagnosztikát, tehát vagy kizárni, vagy megerősíteni tudjuk a fertőzést. Én úgy gondolom, hogy ez egy hihetetlen járványügyi előny az országban. Itt köszönhetjük körünkben Kis Zoltánt, aki a főnököd, és akinek fontos szerepe volt a Nemzeti Biztonsági Laboratórium létrehozásában. Hogyan telik egy kutatónapod? Hát maga a biztonsági laboratóriumban folyó folyamatok, azok ugyanolyanok, mint egy bármilyen másik laboratóriumban folyó folyamatok. Tehát ugyanúgy szövetfertőzéssel foglalkozunk, állatkísérletekkel, és ezeknek az analízisével. Ami nagy különbség, ugye az a tulajdonképpen magának a laboratóriumnak a környezete, ugye ment egy alacsony nyomás van, illetve a védőruha, amit fel kell vegyünk, ez egy pozitív nyomású szkafander. Hát általában úgy kezdjük a napunkat, hogy reggel lemegyünk, felvesszük, beöltözünk ebbe a pozitív nyomású védőruhába, ugye még kicsit majd láttok képeket, kicsit olyanok vagyunk, mint egy nagy Michelin baba, meg kell tanulni benne mozogni, például leülni a székre azért nem olyan egyszerű, előbb meg kell fogni a széket és magunk alá tolni, nem pedig rázuhanni. Bemegyünk a laboratóriumba, hát ugye ez egy fokozott pszichikai és fizikai stressz is, tehát egy ott végzett 3 órás munkakörbe egy 6 órás napi munkavégzésnek felel meg. Általában 3-4 órát, de azért alkalmanként előfordul, hogy 5-6 órát is dolgozunk benne a laboratóriumban, elvégezzük a kísérleteket, utána pedig a mintákat, hogyha szükséges, akkor inaktiválva kihozzuk, tehát úgy, hogy a fertőző képességét elvesszük. Utána fönt a BSL 2-es szintű laboratóriumban elvégezzük az analíziseket, szekvencia analíziseket, PCR-eket, tehát tulajdonképpen vizsgáljuk, hogy a genom jelen van, vagy nincs jelen, ellenanyag képződött-e, vagy nem képződött, illetve hát a kutatási projektekben, amit majd látni fogják, hogy milyen feladataink vannak, ezeket végezzük el. Biztos sokan megkérdezték már tőled, hogy nem félsz a fertőzésektől, nem félt mondjuk a családod, nem félt attól, hogy egy ilyen munkahelyen dolgozom? Én azt hiszem, egy egészséges félelem mindenképpen bennünk van. Nem familiarizálódunk, tehát nem szokjuk meg, hogy a vírussal dolgozunk, és nagyon fontos az, hogy betartsuk a biztonsági szabályokat. Ha betartjuk a biztonsági szabályokat, akkor nem fertőződünk meg a vírussal. Persze minden alkalommal bennünk van azért, hogy egy fokozottan veszélyes vírussal dolgozunk, egy halálos vírussal, de azt hiszem a félelem gátolná a munkánkat. Tehát az alaptalan félelem az ne dolgozom biztonsági laboratóriumban, aki az ilyen kórokozóktól fél. Amikor Afrikában dolgoztál, vagy akár idehozzá, és vizsgálsz egy-egy mintát, akkor mennyire lehet elvonatkoztatni a betegektől, a páciensektől, és tényleg csak a vírusokra fókuszálni, vagy azért időről időre megérinti az emberi történetek, megérintik a kutatót? Természetesen megérintenek minket. Itthon ugye a laboratóriumunk az nem közvetlenül a kórház mellett van. Egyébként a László Kórház az, aki a velünk szemben lévő intézet, aki kijelölt az ilyen betegeknek a kezelésére. Tehát itthon ez egy kicsit könnyen, mert mi csak a mintát kapjuk meg. Afrikában ugye tulajdonképpen a sátor, a diagnosztikai sátor mellette volt a betegek sátrának. Ott egy kicsit nehezebb volt elvonatkoztatni, de azt hiszem ahhoz, hogy tudjunk ezekkel a mintákkal dolgozni, ezt ki kellett zárjuk. Persze minden nap szembesültünk Afrikában azzal, hogy ezek emberekből származó minták, ismertük a történetüket, tehát ott nehezebb volt, de egy nagyon jó csapattal voltam kint, akik pszichológiailag is támogattak egymást. Úgyhogy azt hiszem, a nyomás ellenére valahogy könnyebb volt, így elfogadjuk.
Minden vendégünktől megkérdezem, hogyha egy középiskolás oda sétálna hozzád és feltenni a kérdést, hogy miért érdemes ma Magyarországon kutatónak menni, akkor mit válaszolnál neki? Hát én azt hiszem, hogy ha a virológiát választja, akkor nincsen csodálatosabb élmény annál, amikor valamit felfedez az ember, amikor egy olyan kórokozóról, ami megbetegíti az embereket, megtudhatsz olyan részleteket, amiket eddig nem tudtál, és ezzel segíthetsz ahhoz, hogy az emberek meggyógyuljanak, vagy ne fertőződjenek meg. Tehát igazából mind kutatom, engem ez éltet minden nap, hogy hozzátehetek valamit ahhoz, hogy megfékezzem a járványokat, vagy megakadályozzam az emberek fertőződését. Egy héttel ezelőtt jelent meg az MTI által egy hír, mely szerint 2016-ban ez idáig 28 ezeren fertőzöttek meg Nyugat-Afrikában, több államában ebolával, és 11 ezeren kínok és borzalmak között el is hunytak. Nézzük, hol tart az ebola kutatás. Következik Pály Bernadett előadása. Köszönöm szépen! Hát a mai előadás címe az ebola vírus, meddig féljünk tőle, vagyis egy veszélyes kórokozó kutatása itthon és Afrikában. Szeretnék néhány szót szólni a vírusról. Maga az ebola vírus egy egyszálú, lineáris, negatív polaritású RNS-sel rendelkezik, tehát ez azt jelenti, hogy nem mint a mi nukleinsavunk DNS-sel. Hoztam élőben is bemutatni, tehát ő az ebola vírus önmaga. Fonalas szerkezete egyébként nagyon jól látható, innen kapta a családa nevét a filoviridea, fonal filum szóból. Maga az ebola vírus, az több nemzetség tagjai, ide tartozik maga az ebola vírus, amit korábbi nevén Zaire vírus néven ismertünk, amit 76-ban fedeztek fel. Ide tartozik a Sudan vírus, a Thai forest, amit korábban elefántcsontpartinak hívtak, illetve a bundibogyó vírus, ezek, amik megbetegítik az embert, valamint a Reston vírus is ide tartozik, amely nem betegíti meg az embereket. Látható, hogy magának a vírusnak a felépítése, benne középen található az a sötét részben a nukleinsav, illetve kívülről egy lipid burok veszi körül, ettől nagyon sérülékeny a vírus, illetve különböző fehérjék borítják be. Ez majd később a vakcinákban igen fontos szerepet játszik. Ahogy említettem, már 1976-ban fedezték föl, ekkor okozott egy nagy járványt a Kongói Demokratikus Köztársaságban, valószínűleg már ekkor is előtte is okozott járványokat, de ekkor történt meg a vírusnak a leírása egy nemzetközi CDC amerikai kutatócsoport által. Nyamboku faluban történt az első fertőződés, és a közeli ebola folyóról kapta a nevét. Akkor magát a fertőzést újra használt fecskendők és tűk közvetítették, mert azt gondolták, hogy ez egy maláriás megbetegedés. Később derült csak ki, hogy nem malária, és az újra használt fecskendők miatt 318-an megfertőzöttek, ebből pedig 280-an meghaltak. 76 óta összesen 25 járványt okozott, és ez a 25 járványban, mint látható, igazából egy 8-900 fős 425 fős járvány volt az, ami tulajdonképpen a második legnagyobb volt az eredeti járványhoz képest. Ehhez képest ugye 2014-2016-os járványban 28 ezeren fertőzöttek meg. A terjedését tekintve maguk a denevérek hordozzák a vírust. A denevérek nem betegednek meg, ők az úgynevezett rezervoárok. Bennük folyamatosan fenntartódik a vírusnak a fejlődése, ők átadják egymásnak a vírust. A denevérektől megfertőződhetnek az erdei állatok, például a majmok, illetve különböző gazellák és egyebek. Ezek így folyamatosan fertőződhetnek a denevérektől, és az embereket pedig kétféleképpen fertőződnek meg, vagy az úgynevezett bozóthús által. Ugye Afrikában jellemző a bozóthús evés, ez azt jelenti, hogy vadon elejtett állatokat megnyúznak, megfüstölnek, és miközben megnyúzzák, megfüstölik az állatokat, a kisebb sérüléseken keresztül a vérük bejut az emberi véráramba, és így fertőződnek meg. Vagy pedig, ugye amikor az első humán fertőzés megtörtént, utána már a humán populációban fenntartódik a fertőzés, tehát egymást fertőzik meg az emberek. A denevérek közül felmérték, hogy legfőképpen a megakiroptera, ez egy ilyen gyümölcsönő denevér, az, ami hordozza a vírust, és a sötétzölden jelzett területek az, ami az elterjedési területe. Ugye eddig legfőképpen Kongóban okozott járványokat, és most pedig Nyugat-Afrikában volt először, hogy ezt a járvány kitört. Habár ugye az elterjedési területe alapján a denevérnek várható volt, hogy itt is lesz hamarosan egy járvány. Terjedését tekintve
nagyon fontos, hogy közvetlen érintkezéssel terjed, tehát a nyálkahártyákon és a sérült bőrfelületeken, vagy szexuális úton, vagy ahogy már említettem, a fertőzött állatok fogyasztásával. Tehát fertőző forrás bármilyen lehet olyan testváladék, amely fertőzött embertől származhat, vér, vizelet, nyál, anyatej. Tehát emiatt veszélyben vannak azok, akik ápolják őket, a családtagok és a kórházi személyzet. Fontos kiemelni, hogy nem terjed tünetmentes személyet, csak tehát amikortól elkezdődnek a tünetei, onnantól kezdi üríteni a vírust, és így terjed. Szúnyog csípése, vagy levegőn keresztül papírpénzek a megérintésével, vagy az uszodai vízben. Tehát a lappangás idő alatt tünetmentes, fertőzött személy még nem fertőző. Nagyon fontos kiemelni, hogy ez nem úgy terjed, mint a légúti vírusok, mint az influenza vírus, hanem cseppfertőzéssel. Ez azt jelenti, hogy a cseppfertőzés ugye az egy kicsit nagyobb cseppekben van, és körülbelül lehullik, mint egy eső. Tehát ezért szokták azt mondani, hogy a beteg körülbelül 1-1,5 méteres környezete az, ahol ha köhög is, a nagy cseppek lehullanak, tehát odáig fertőzőképes. Ezért azt szokták mondani, hogy ez a karanténzóna, amit kvázi meg szabad közelíteni. Legjellemzőbb tünetek. Erre a járványra kicsit más tünetek voltak jellemzőek, mint a 76-os kongói, illetve azóta is fennálló néhány évente kitörő kongói járványokra. Ott a vérzéses tünetek domináltak legfőképpen. Ebben a járványban a vérzéses tünetek aránya csak 3-6% volt, viszont sokkal inkább domináltak az enterális tünetek, tehát hasmenés, hasfájás, étványtalanság, hányás és láz, fáradtság, bár a láz nem minden esetben lépett föl. Lappangási időt tekintve körülbelül általában 8-11 nap, de 2 és 21 nap közé teszik a lappangási időt, tehát a fertőzött személlyel való érintkezéstől odáig, hogy valakin kialakulnak a tünetek. Mint említettem, egy lipid burok veszi körbe, ezért a vírus maga nagyon sérülékeny. Szappannal, hipóval, vagy pedig a napfénnyel történő hosszabb idejű érintkezés során kvázi kiszárad a lipidburok. Ha a lipidburok megszűnik, nem tud kapcsolódni a sejtekhez, és ha nem tud kapcsolódni a sejtekhez, akkor ugye nem tud fertőzni. Ezért fontos az nagyon, hogy Afrikában ugye kitettek plakátokat, hogy mivel ne érintkezzünk, viszont mossunk kezet. Ez ugye Afrikában, hát ott mások a higiénés viszonyok, majd mutatni fogok képeket. Maga Európában hogyan folyik egy biztonsági laboratóriumban a munka? A Nemzeti Biztonsági Laboratóriummal itthon ilyen körülmények között dolgozunk. A Nemzeti Biztonsági Laboratóriumnak van egy úgynevezett BSL 4-es, ez a Biosafety vagy Biológiai Biztonsági 4-es szintű laboratóriuma. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy megvannak ennek a fizikai követelményei. A legfontosabb fizikai követelményei, hogy maga a laboratóriumban a nyomás a környező levegő nyomásától alacsonyabb, tehát a levegő csak befelé mehet. Ezt nevezik úgynevezett hipobár nyomásnak. A védőruha, amit hordunk, egy külső levegőztető tartályból kapja a levegőt, tehát nem a laboratórium levegőjéből, és ez egy úgynevezett pozitív nyomású szkafander, tehát azért, amiért látják, hogy így ilyen Michelin babaszerűen fel van fújódva, ez azért, mert folyamatosan kapja a levegőt, így ha a ruha meg is sérül, a levegő kifele jön, a maga a személy, aki dolgozott benne, nem fertőződik. Biztonsági ajtók vannak mindenhol, tehát ezen keresztül lehet bejutni, ugye megvannak a biztonsági követelmények, új lenyomatolvasó kártya, amin keresztül a laboratóriumban lehet bejutni, és úgynevezett HEPA szűrőkön megy át a levegő, tehát az elszívott levegő sem tartalmaz semmilyen kórokozót, ami a laboratóriumból kijön. Ilyen típusú laboratóriumok Európában csak nagyon kevés van. Található egy Angliában, a Franciaországban, Németországban, kettő Marburgban és Hamburgban, Olaszországban, és nálunk ugye a környező országoknak a védelmét, a visegrádi négyeknek a védelmét tulajdonképpen a mi laboratóriumunk látja el. Illetve található még egy Svédországban. Az angliai és az olasz laboratórium azok egy kicsit más típusú laboratóriumok, a többi pedig ugyanilyen szkafander típusú, mint a miénk. Tulajdonképpen ahhoz, hogy bejussunk a laboratóriumba, a mindennapi ruhánkat át kell venni, és egy ilyen pamut alá öltözetet veszünk fel, mert ez a ruha, ez tulajdonképpen egy ilyen műanyag ruha, ami elég kényelmetlen lenne, ezért veszünk egy pamut alá öltözetet, amit mi műnyúlnak szoktunk hívni. Ezek után felvesszük a védőruhát, beöltözünk, ellenőrizzük minden alkalommal, hogy nincs a ruhán sérülés, a kesztyüket, fölfújjuk a ruhát, és megnézzük, hogy sehol nem ereszt.
Ezután a biztonsági ajtókon keresztül bemenjünk a laboratóriumban. A fertőző anyaggal történő munkavégzés minden esetben az úgynevezett lamináris fülke alatt történik. Ez egy olyan box, amiben folyamatosan megy az elszívás, tehát fertőző anyag nem kerül ki a munkavégzés ideje alatt a boxból. A boxon kívül pedig csak lezártan kerülnek ki a vírusok vagy bármilyen kórokozó. A munka végeztével pedig, amikor kijövünk a laboratóriumból, előbb egy úgynevezett fertőtlenítő dekontamináló zuhanyon kell keresztül menjünk. Ez egy perecet savas zuhany. Több percen keresztül a ruhát, a teljes felületet mindenhol és a környező részeket is lemossa. Néhány perc behatási idő után pedig egy vizes zuhany után jöhetünk ki a laboratóriumból. Tehát a laboratóriumból semmilyen fertőző anyag fertőző formában nem jut ki. Amit ugye ki tudunk mutatni, és általában a diagnosztikai alappilléreknek számít a vírus genomjának, vagyis az örökítő anyagának a jelenléte. Ezt PCR módszerrel és szekvenálással erősítjük meg, hogyha pozitív, a laboratóriumba érkezéstől számított körülbelül 6 órán belül tudunk eredményt adni. Ugye miután az Ebola vírusnál a kezdeti időben viszonylag alacsony a benne lévő fertőző anyag, amit ki lehet mutatni a tünetek megjelenésekor, ezért 72 óra múlva, ha még mindig fönnállnak a tünetek, illetve ha gyanús az eset, akkor meg kell erősíteni, tehát 72 óra múlva egy újabb mintát kell beküldeni, ha ez is negatív, akkor lehet hazabocsátani a beteget. Ezen kívül ugye ki tudjuk mutatni a vírus ellen termelődött ellenanyagokat, illetve magát a vírust, illetve magát a vírus tenyészteni is tudjuk klinikai mintákból. Ezzel kapcsolatosan fogok majd a végén néhány eredményt mutatni. Jelenleg egy pályázati munka keretében munkacsoportvezetőként ezt kaptuk. Hát a 2014-16-os nyugat-afrikai járvány ugye legfőképpen három országot érintett, Guineát, Sierra Leone-t és Libériát. Hogyan is kezdődött a járvány? A járvány tulajdonképpen 2013. decemberében kezdődött, december 6-án, amikor Meliandu faluban meghalt egy 2 éves kisfiú, aki valószínűleg denevérektől fertőződött meg. Ezt követően megfertőzte a nagymamáját, megfertőzte az édesanyját, a nővérét, és ugye mindenki, Afrikában hagyományos afrikai temetések vannak, tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki meghal, lemossák a halottat, mellé fekszenek, puszilgatják, átölelik. Ezért a temetéseken résztvevők, ugye akik a hagyományos temetéseken vettek részt, ezek megfertőződtek, és így alakult ki egy fertőzési lánc, hogy a unokatestvérek, akik részt vettek, visszamentek a faluba, megfertőzték a többieket, az orvos is megfertőződött. Körülbelül márciusra 60 fertőzött volt. Ekkor a kormány már, ők úgy gondolták egyébként, hogy ez esetleg egy malária vagy hasonló fertőzés, de a 60 fertőzés már túl sok volt, és ekkor a minisztérium értesítette az Orvosok Határok Nélkül szervezetet, aki az ilyen esetekben megy és járványügyi segítséget nyújt a betegek ellátásában. Ők ugye diagnosztikát nem végeznek, hanem legfőképp a betegeket látják el. És ők mintát vettek Gekeduban, ahol a legnagyobb volt a halálozások száma, elküldték Európába a francia és a hamburgi laboratóriumba, ők pedig megerősítették, hogy ez egy Ebola vírus. Hát ugye ez egy nagyon meglepő eredmény volt, mert azon a területen eddig Ebola vírussal nem történt fertőződés, legalábbis úgy tudták. Hát ezután a járvány, ugye miután Guineából kezdődött, áthurcolták Sierra Leone-ba, majd onnan vissza, viszont Libériába egyetlen egy behurcolás történt Sierra Leone-ból, és egy pedig Guineából. Később ezt a szekvenálási adatok révén meg is mutatom, hogy ezeket hogyan sikerült. Ezen kívül még ugye jelenleg a járvány állása, ami 2016 márciusában voltak az utolsó esetek, tehát azóta a plusz 90 napos moratóriumon, amikor már ugye 290 napot kell megtartani, hogy utána, ha nem történik új fertőződés, akkor úgynevezett felszabadítják az országot, tehát már nincsen járvány. Összesen 28.616-an betegedtek be, amiből 11.310 meghaltak, tehát minden idők egyik legnagyobb ebola járványa volt. És hát több behurcolás is történt környező országokba, illetve ami először előfordult, hogy Európába és Amerikába is behurcolták a betegséget. Ugye akik ott megbetegedtek, azokat az úgynevezett medevakkal, egy ilyen speciális szállító repülőgéppel szállították el Európába, illetve Amerikába, ahol kezelték őket.
Hát ezen a térképen látható, hogy hova történtek a megbetegedetteknek az elszállítása. Járványgörbén látható, hogy igazából maga a járvány az szépen fokozatosan indult, ugye 2013. decemberében, aztán egyszer csak 2014. olyan augusztusa környékén hirtelen felerősödött a járvány, és kvázi mint egy ilyen nagy robbanásszerűen elterjedt, és utána pedig a fokozott járványügyi intézkedések következtében, amit bevezettek, és addig is bevezettek, de addig nem kontrollálták ennyire szigorúan. Onnantól viszont a fokozott járványügyi intézkedések következtében lecsengőben volt a járvány. Mik voltak ezek a járványügyi intézkedések? Ugye egyfelől erősítették a diagnosztikai kapacitást. Ez azt jelentette, hogy egyre több kezelési központ mellé telepítettek olyan laboratóriumokat, amik képesek voltak diagnosztizálni a betegséget, tehát megmondani, hogy ez malária, ebola, vagy miben szenved a beteg. Hát ugye itt legfőképp az volt a kérdés, hogy ebolás-e. Az úgynevezett contact tracinget, vagyis nyomkövetés, tehát ha valaki megbetegedett, kimentek és megkérdezték, hogy kik voltak azok, akik az elmúlt 21 napban találkozott, megkeresték őket, megnézték, hogy ők betegek-e, ha betegek, bevitték a kezelési központba, hogy más embereket már ne fertőzzenek meg. Ugye nagyon fontos volt az úgynevezett biztonságos temetések. Ahogy meséltem korábban, Afrikában ugye mellé feküdtek a halottaknak. A biztonságos temetések azt a célt szolgálták, hogy a halotti szertartásokon már ne fertőzhessen tovább. Tehát megtiltották a hagyományos iszlám szerinti szertartásokat, és egy zsákba tették a beteget. Ez kezdetben ugye egy nem átlátszó zsák volt, de akkor ugye nagyon zavarta a rokonokat, úgyhogy később egy ilyen átlátszó zsákba temették el őket, és fertőtlenítővel kezelték a felületét, és így temették el őket. Ugye ezzel szociális nehézségeket okoztak, hiszen ők a hagyományaikat nem tarthatták meg, mégis elfogadták azt, hogy ehhez a járványhoz, ahhoz, hogy megfékezzék, és több rokonuk ne haljon meg, szükséges ezeknek az intézkedéseknek az elfogadása. Hát látható, hogy ugye azt hinnénk, hogy ez nagyon sok kezelési központ és nagyon sok diagnosztikai laboratórium. Ha Európával összehasonlítjuk, akkor láthatjuk, hogy tulajdonképpen azért minden nagyobb városra jutott egy-egy, míg ugye például, ha Budapesten történne ilyen, több laboratórium és több kórház is áll készültségben. Tehát ez is azt erősíti, hogy ugye Afrikában az higiénés viszonyok is teljesen mások voltak, tehát ott egy kézmosás az nem evidens volt, hiszen folyóvíz sem volt. Ugye Európába történő behurcolás esetén azért sem kell tartanunk egy járvány kialakulásától, mert Európában a higiénés viszonyok teljesen mások. Tehát nálunk a WC használat az egy teljesen napi szinten elfogadott, ott egyáltalán nem volt csatornázottság és WC. Hogy jutottam ki Afrikába 2014. augusztusában, amikor a csúcsán volt a járvány, akkor jutottam ki egy Európai Mobil Laboratórium nevezetű szervezettel. Ők kerestek olyan dolgozókat, akik VSL 4-es szintű laboratóriumokban dolgoznak, és a veszélyes kórokozókkal, illetve ezekkel a technikákkal kapcsolatban már gyakorlatuk van. Ez a mobil, ugye láthattátok, hogy az előbbiekben egy stacionár, tehát egy álló épített laboratórium volt. Ez a mobil laboratórium egy gyorsan felépíthető egységeket tartalmaz, ezekben a narancssárga dobozokból szállítottuk magukat a felszereléseket, és a 3-as és 4-es, tehát ezeknek a nagyon veszélyes kórokozóknak a diagnosztikai kapacitását látja el olyan területeken, ahol nincsen ilyen laboratórium, ahol járványok üthetnek föl. Hát ez a kép az első csapatot ábrázolja, amit épp a frankfurti repülőtéren elég sok plusz költséggel feladott csomaggal megpróbáltak becsekkolni, és sikerült is nekik. Hát Párizsból indultunk, és jó néhány óra repülés után leszálltunk Guinea fővárosában, Conakry-ban a nemzetközi repülőtérre. Ez volt Conakry nemzetközi repülőtere, majd pénzt váltottunk aznap. Hát amire nem készültünk fel, pénz volt nálunk euró, amit átváltottunk. Akkor a hátizsákot nem vittünk, mert egy euró az 10 000 guineai frank, tehát több kilónyi pénzt váltottunk. Hát aznap volt egy kis időnk, úgyhogy elmentünk vacsorázni, illetve sétálhattunk egy kicsit az utcán. Névén a Ramadánnak az utolsó napja volt, tehát ott ilyen nagy népi ünnepség volt az utcán. Hát megkínáltak minket is az utcán húsa. Az a fekete pontok egyébként legyek mindenhol, úgyhogy hát ránéztünk, hogy mondtuk, hogy jó, hát köszönjük, annyira nem vagyunk éhesek. Hát miután tudtuk, hogy tengerparton vagyunk, ezért úgy gondoltuk, hogy jó, hát akkor menjünk le és fürödjünk a tengerben. Hát lementünk a tengerpartra, de ezután úgy döntöttünk a kép után, hogy nem szeretnénk fürödni a tengerben.
Igazából a KOSZ lepukkant városrészek, illetve tulajdonképpen az egész város, a csatornázottság hiánya, a szemétszállítás hiánya, tehát ezek mind azok, amelyek befolyásolták, hogy ekkora járvány kialakuljon, és különösen az, hogy a nagyvárosokban is eljutott a járvány. Tehát amíg régebben Kongóban csak kicsi falvakban terjedt, ugye három olyan országot érintett, amely nemrég voltak túl a polgárháborún, infrastruktúra sem alakult ki még rendesen. Tehát ezek mind nagyban befolyásolták azt, hogy kialakult ekkora járvány. Ezek után másnap elrepültünk a helyi repülőtérről a munkánk helyszínére. Hát itt lemérték a csomagjainkat, nem igazán értettük, hogy miért. Aztán néhány óra múlva rájöttünk, mert ezzel a picike géppel repültünk. És a Google szerint ez autóval 7 óra 39 perc, hát mi odafele repülővel tettük meg, visszafele autóval. A Google-nak kicsit ajánlom a kátyú számítás beleszámítása, mert nekünk két napig tartott a visszafele autóút. Katasztrofálisak az utak. És Kiszidoguban leszálltunk a repülőtéren, ami két mangófa között volt a leszállópályánk. Hát onnan Kiszidoguból pedig néhány órás autóúttal elérkeztünk Gekeduban, Guineába. Ez Libéria, Sierra Leone határánál fekszik. És tulajdonképpen itt történt a munkavégzésünk. Hát ez a helyi piac, ami az ANTS figyelmébe ajánlandó. Viszont ami mélyen megdöbbentett mindannyiunkat, és igazából akkor szembesültünk, hogy Afrika az a képzeleteinket ilyen nagyon vadregényes tájak voltak, hát sokszor azok voltak a lakóházak. Ugye nemrég le voltak túl a polgárháborún, nagyon sok ház fölgyújtva, összeroncsolva, és hát annyira, hogy például a mecset az kettősként funkcionál, tehát iszlám és egyéb vallások is elfértek benne, de legfőképpen ugye nagyon fontos volt az, hogy ez egy találkozási hely volt. Ez volt a szállásunk, ez az ötcsillagos szálloda, ahol három óránként meghallgathattuk a mellettünk lévő kis udvarházban lévő csoportnak a zenei tehetségét, éjjel-nappal három óránként. Biztonsági elemekkel felszerelt szállásunk volt, illetve hát reggelenként összeültünk reggelizni a konyhába, ami nagyon kellemes volt, friss szabad levegőn tölthettük a reggelit. Itt volt mellékhelységünk, a laborban nem volt mellékhelység, tehát próbáltuk fókuszálni az ügyeinket, illetve rettenetesen viszont kényelmes ágyunk volt, egy hihetetlen nagy baldahinos szúnyoghálóval felszerelt ágy, ami nagyon fontos volt. Ez a kép az utolsó napon készült a munkatársamról, ez volt az elutazáskori utolsó képünk, ez volt az egyetlen, amikor pihenni is volt időnk. Viszont őszintén szóval mindenért kárpótolt ez a látvány, amit minden reggel láthattunk. Tehát felkeléskor az esőerdők és a rájuk burjánzó felhők látványa mindenért kárpótolt. Hát a kátyú helyzet, minden nap jippel mentünk, tehát a mindennapi rallit élvezhettük. És esős időben pláne akkor néha kerülőt is kellett tenni az éppen megáradt folyókon való áthatolás lehetetlensége miatt. Tulajdonképpen mi a Orvosok Határok Nélkül szervezetnek a központjában dolgoztunk, amit ott ugye nem úgy kell elképzelni, hanem ez egy ilyen sátrakból álló felépítmény, tehát voltak különböző sátrak, a mosodának, volt egy nagy hipótank, és különböző még bejövő eseteknek, gyanús eseteknek, azokat, akit már megerősítettünk, illetve a már gyógyuló eseteknek, és hát körülbelül itt volt a laboratórium. Kezdetben 2014 áprilisában így nézett ki a kezelési központ melletti laboratórium, ez egy sátorban volt fölállítva, hát akkor száraz évszak volt éppen. Itt akkor azzal küzdöttek, hogy sokszor 50 fok felett volt a laboratóriumban a hőmérséklet, hát ugye ez nem feltétlen volt ideális, hogy úgy mondjam, a diagnosztika szempontjából. Aztán amikor beköszöntött az elsős évszak és elkezdett beázni a sátor, kaptunk egy igazi épített építményt, a szülőházat kaptunk meg. Hát látható, hogy ülőhelyeink, a narancssárga dobozok tökéletesen megfeleltek a mindennapi munkavégzéshez. És full luxusunk volt, volt hűtőszekrényünk is, amiben tarthattuk az ételeinket, illetve dobozos italunk és kólánk is volt. Ez nagyon fontos volt, a kóla az enterális fertőzéseknek a rehidrálásánál, illetve ott ugye palackozott vizet ittunk minden esetben, illetve helyi specialitásokkal is megkínáltak minket. Nem tudjuk, mi volt a zöld massza, de a délután 5 órai teát minden nap előkészítettük, csak általában nem jutottunk el a munkától odáig.
Hát, a mintaszállításról sok esetben magunk gondoskodtunk, tehát vagy a mellettünk lévő sátrakból mi hoztunk át a mintákat egy hipós vödörben, vagy pedig akár a libériai határól mi hoztuk el a mintákat, és a minden nap reggeli megbeszélés professzionális körülmények között, amikor éppen nem esett az eső, viszont fantasztikus, dús, páratartalmú idő volt, úgyhogy a papírra való jegyzetelés néha egy kicsit nehézkes volt. Hoztam egy videót, ami látható, hogy hogyan folytak a mindennapjaink. Tehát beérkezett a minta, ugye dupla csomagolásban, ez volt a jó eset, azért volt néhány eset, amikor nem így csomagolva kaptuk, hanem egy másfél literes kristályvizes palackban például hipó alatt kibontottuk, és ugye a mintákon lévő adatokat egyeztettük a beküldő lapon lévő adatokkal, hát ezeken a tüneteket is feltüntették, néha pedig egészen kis kaptunk ilyen egész történeteket, hogy édesapja meghalt, édesanyja meghalt, és a gyerek nem tudta megmondani, hogy mikor kezdődtek a tünetei. Utána kézi alapon bevittük a rendszerbe a könyveket, de azért európai vonalkódozással dolgoztunk, ezáltal megkönnyítve a mindennapi munkánkat. Itt látható a kesztyűsbox. Ez a kesztyűsbox volt az, amiben a mintáknak a fertőző képességét elvettük, beadtuk a mintát, tehát ott magában a kesztyűsboxban, ugyanúgy, mint a laboratóriumban, alacsonyabb nyomás volt, mint a környező területeken, így a benne végzett munka az teljesen biztonságos volt. Mi ezért tulajdonképpen nem kellett szkafandert hordjunk, mert kvázi a szkafandernek a funkcióját megtöltötte, illetve az egész biztonsági labor szerepét. Persze ezekben a boxokban csak ugye redukáltan lehetett munkát végezni, tehát fertőzőképességi vizsgálatokat nem itt, csak azt mutattuk ki, hogy fertőzőképes, tehát ebola vírus van-e a mintában, vagy nincs. Utána ugye miután a fertőzőképességét elvettük a kórokozónak, ezután már az asztalon lehetett folytatni az örökítő anyagnak a kivonását. Ő egyébként Heinz volt Németországban, Berlinben az egyik munkatársunk, akikkel a csapatban együtt dolgoztam. Ezek után elvégeztük az úgynevezett polimerezrankciációt, amivel kimutattuk, hogy van-e fertőző anyag, illetve hát ebola vírus a mintában, és mindig ketten értékelték az eredményeket, hogy véletlenül se lehessen félrenézni, és utána pedig számítógépbe bevittük az adatokat, és elküldtük. Hát egy kisebb fájl elküldése tartott az ottani körülmények alapján körülbelül másfél-két órát, úgyhogy nagyon sokszor telefonon mondtuk be az eredményeket. Amit tudtunk csinálni, az a legfőképpen ugye az ebola, és annak a legfőbb differenciál diagnosztikája a malária volt, amit bemutattunk, tehát ezeket tudtuk diagnosztizálni, a maláriát egy gyors teszttel mutattuk ki, egy binaxnó malária teszttel. Szükség esetén tudtunk lassza vírus, dengi vírust, illetve kolera baktériumot is kimutatni, amelyeknek hasonló tünetei voltak. Hát a hulladékkezelést Afrikában ugye nem elszállítás meg cégek, megoldották egyszerűen, egy nagy gödöröt ástak, és minden nap elégették, az egyetlen egy probléma volt, ez így teljesen elvette a vírusnak a fertőzőképességét, műanyagzacskók égetése elég érdekes szagorkán tudott létrehozni. Széláramtól függően kaptunk mi is, vagy nem. A betegkísérők, ugye nekik nem kellett felöltözni annyira, mint akik kezelték a betegeket, hiszen a betegkísérők, ők behozták, csak nem érintkeztek a beteggel, csak bekísérték a betegeket, tehát ezért nekik egy alacsonyabb védőöltözetük volt, egy gumicsizma, szájmaszk, kesztyű és egy teljes testet fedő köpeny. Azon a képen láthatjátok, így nézett ki az afrikai mentő, tehát ezzel hozták be a betegeket, utána pedig lefertőtlenítették hipóval a matracot. Akik a beteget ápolták, ők ugye már nagyon be voltak öltözve, több rétegű védőruha volt rajtuk, a nyálkahártyák védelme, tehát a szem teljes védelme, a fejtest védelme és a szájnak a védelme, valamint a kéznek a védelme, több kesztyűt hordtak, és amikor kijöttek, ugye hipóval fertőtlenítették őket, mindig a laboratóriumba befelé, tehát a kezelősárcsak felé, befelé és kifelé is kötelező volt a hipós kézés lábmosás, tehát minden alkalommal le kellett mosni a cipőt is. Ugye ez egy ilyen műanyagvédő ruházat volt, tehát ebben dolgozni a sátrakban, nyári időszakban, illetve hát ott alapvetően is magasabb a hőmérséklet, tehát maximum 1-2 órát tudtak benne dolgozni, és naponta 5-10-szer is bementek a betegekhez. Sokszor 40 fok feletti hőmérséklet volt a sátrakban is, meg a betegápolóknál is.
Hát a betegeket ugye mi közvetlenül láthattuk is, hiszen nem messze volt tőlünk a sátrak. Ez a hölgy még a saját lábán ment, de ő néhány nap múlva meghalt, illetve hát ő volt az első túlélő az ebola vírus járványnak, akit hát nagy boldogan köszöntöttek. Ugye a betegápolás Afrikában nem olyan, mint itthon, hogy egy szintén negatív nyomású, beöltözött védőruhában, hanem ott ilyen tábori ágyakon fekszenek, ott látható a jobb kép színén, hogy ki van vágva az ágy középen. Ez azért van, ezek az úgynevezett kolera ágyak, mert egy beteg általában napi 10-15 liter székletet is ürít. Tehát egyszerűbb volt megoldani, hogy alátettek egy vödröt és a vödröt cserélték. Ugye minden nap a betegeknek vitték be az ételt zacskókban, és hát volt, hogy gyermekeket is el kellett látni a betegség alatt, illetve hát sokszor sajnos nem élték túl. A nyomkövetés vagy úgynevezett contact tracing, amiről már meséltem, ők legfőképpen motorral jártak, mert ugye ezeken a területeken, amikor kimentek és követték a kontaktokat, akkor a motor volt a legalkalmasabb eszköz, vagy pedig a jeepek. Ez egy nem veszélytelen munka volt, nagyon sokszor volt az, hogy a falubeliek, akik ugye szociálisan bizalmatlanok voltak, megtámadták a nyomkövetésre kijelölt, illetve oda menő embereket, tehát ha európaiak egyedül nem is mentek, általában mindig egy helyi lakossal, vagy helyben született, vagy szomszédos országból a nyelvet jól beszélő lakossal mentek. Tehát ők segítettek nekik. Hát több nehézséggel is szembesültünk, amíg kint voltunk. Ugye a magas környezeti hőmérséklet, amit már mondtam, ami miatt a laboratóriumban elég nehéz volt a munkavégzés, illetve a betegápolás során, vagy pedig az esős évszakban, amikor én kint voltam, a folyamatos minden nap reggeltől estig történő esőzés. Hát de ezen kívül például a rovarok, hangyák és rágcsálók is, ugye például amik az ember dolgozott a kesztyűsboxban és a hátán ott mászott a fogalmam sincs milyen bogár, mert nem tudtam hátra látni. Illetve hát korlátozott volt a hozzáférés a vízhez, és valóban sokszor nem volt elektromos áramunk. Valamint hát a csatornázatlanság is európai ember számára azért egy fokozottabb nehézséget jelent. Korlátozottak voltak az erőforrások. Itthon, ha valami nincsen meg, akkor fogjuk, megrendeljük, néhány napon belül megjön. Ott nem volt elég vérvételi cső, mintavevőpálca, sokszor úgy küldték be a mintákat, hogy nem voltak megfelelően csomagolva. Kevés képzett emberük volt, tehát nagyon sokan nem tudtak a nővérek közül írni, olvasni, és így kitölteni egy beküldőlapot. Sokszor kaptunk úgy, hogy Mr. XXX. Nem tudták a nevét, nem tudták leírni, el voltak írva a számok. Intenzíven használtuk az eszközöket, tehát sokszor kellett cserélni őket, és hát eléggé kimerült voltunk, mert a napi 8 órás munkavégzés helyett volt, hogy 14-16 órát folyamatosan, szombat-vasárnap, tehát a 30 nap alatt, amíg kint voltam, nem volt olyan nap, hogy pihenőidőnk lett volna, minden nap csináltuk a diagnosztikát. Ugye a szociális nehézségek, amikkel mi is szembesültünk, illetve hát legfőképpen az egész járvány alatt, az aktív ellenállás, a helyiek részéről, ugye fehér ember náluk azzal asszociált, hogy rosszat akar tenni, nem szerették volna, passzív ellenállásba fordult, tehát nagyon sokan elmenekültek, elbújdokoltak, járta egy olyan szóbeszéd, hogy a fehér ember hozta ide az ebola vírust, hogy azért viszik őket a betegápoló központokba, hogy ott megöljék őket, elrejtették a holttesteket, hát ugye sokszor a lakosság is hát megtámadták az autókat, volt olyan, akit megöltek, és hát ugye a katonaság jelenléte sem egyszerűsítette általában a helyzetet. Kommunikációs nehézségek voltak, miután ugye nem tudtak írni, olvasni, ezért legfőképpen plakátokon kommunikáltak az emberekkel, illetve dalokon keresztül, amelyekben elmondták, hogy az ebola vírus nem olyan, mint a HIV, itt nincs időd végrendelkezni, búcsúzz el a családodtól, de ha szeretnéd túlélni, akkor menjél be a kezelési központba. Nagyon megrendítő volt, hogy hallottuk, hogy ezek a dalok folyamatosan mentek, és hallottuk, hogy mit énekelnek benne. Ugye szállítási nehézségek is voltak, hát a kátyús utakat már említettem, tehát ezek után a budapesti utak nem számítanak kátyúsnak, azt hiszem. Illetve hát például Libériából így jöttek át az ebolával fertőzött minták a folyón keresztül. Minden nap így szállították egy kis szállító dobozban. És utána pedig jeeppel hozták el a laboratóriumba. Ugye sokszor ez azt eredményezte, hogy órákig álltak a minták 30-40 fokos hőmérsékleten, amit majd később bemutatok, hogy ez milyen hatással van rá. És hát a pszichológiai nyomás, hogy magával ugye mégiscsak egy halálos vírussal dolgoztunk,
illetve hogy nehogy összecseréljük az eredményeket, mert hát annak következménye lesz, hogyha valaki beteg, és hazaengedjük, mert véletlenül összecseréltünk. Tehát ezért volt az, hogy mindig többen ellenőriztük az eredményeket. Ugye nagyon sokszor telefonáltak az orvosok határok nélkül, megvan-e már az eredmény, engedhetik-e ki a beteget, megbetegedett, akkor átteszik a gyanús sátorból a betegek sátrába, és hát óriási mintaszámmal szembesültünk. Alapvetően a labor 15-20 mintára volt beállítva, hogy körülbelül ennyit fogunk egy nap kapni. Hát amikor a járvány felerősödött, akkor igazából ilyen napi 100-120 minta körül kellett dolgoznunk, tehát az egész labort át kellett szervezzük a munkát. Hát ugye ahhoz, hogy ez a járvány véget ért, ez egy hihetetlen eredmény, nemzetközi összefogás eredménye volt, és hát hoztam néhány eredményt a kutatási folyamatokból, hogy végül is mi lett. Talán egyik legfontosabb, hogy sikerült vakcinákat előállítani. Sikerült a hosszú évek, tehát ez nem most kezdődött, és nem ezzel adta néhány év alatt lettek meg a vakcinák. Ezek már régebb óta elkezdték kutatni a vakcinákat, hogy hogyan lehetne a lakosságot megvédeni. És jelenleg 3 vakcina az, ami tulajdonképpen klinikai kipróbálás végső fázisában van. Az egyik egy csimpánzadenó vakcina, ami tulajdonképpen egyikük sem maga az ebola vírus, hanem az ebola vírusnak egy kicsi szakaszát kiveszik, beleteszik egy másik vírusba, ami nem fertőzi meg az embert, viszont ez a vírus termel egy olyan fehérjét, ami olyan, mint az ebola vírusé, és ez ellen ellenanyag válasza lesz, tehát védekezik a szervezet, tehát olyan fehérjéket képez, amelyek, hogyha jön az ebola vírus és megfertőződik, már meg tudja védeni a szervezetet, mert már felismerte a vírust korábbról. Az egyik ugye ez egy csimpánzadenovírusba ültették be, ez a GlaxoSmithKline-nak volt a tulajdonképpen most már majdnem, hogy bevezetés előtt álló vakcinája, nagyon jó eredményeket produkált, a másik egy vezikulális stomatitis vírus volt, ezt Kanadában fejlesztették ki, ezzel az úgynevezett körvakcinációt csinálták, tehát ha valaki megbetegedett, az összes kontaktot körülötte bevakcinálták. Tünetmentes, mindegy, megkapta a vakcinát, nagyon jó eredményeket értek el ezzel is. Senki, aki, tehát azok közül, akik megkapták a vakcinát, senki nem betegedett meg. A harmadik pedig egy módosított ankaravírus, vakcini ankaravírusnak a módosításával, egy humán adenovírussal kombinálták. Ez sem fertőzi meg, tehát ez sem egy ebola vírus, hanem szintén csak egy fehérjét termel, egy úgynevezett glikoprotein fehérje alapú rendszer. Miért fontos ez? Megnézték az immunológiai választ a fertőzés után, és hogy hogyan alakul a vakcináltak körében. Levették ugye a véreket azoktól, akik meggyógyultak, illetve akik megkapták a vakcinát, a helyszínen elkezdték feldolgozni, de ugye mélyebb vizsgálatra ezeket lefagyasztották, és Európába küldték. És pontosan ez az a rész, ahol ugye nemzetközi összefogásra van szükség, miután nem sok laboratórium van, ilyen típusú laboratórium, ezért ezeket a mintákat ugye megosztották egymás között a laboratóriumok, hogy minél gyorsabban haladjanak az eredményekkel, és ugye ezek úgy szokták, hogy másik labor is megerősíti, verifikálja az eredményeket. Azt találták, hogy a túlélőkben a legmagasabb az ellenanyagszintek, tehát a fertőzés után, ha valaki túlélte, akkor magas immunglobulin G, ugye, hogyha megfertőződik valaki, akkor először az immunglobulin M, az egy gyors elmenti hatást, utána pedig az immunglobulin G, az, ami egy hosszabb elnyújtott hatást ad, tehát segít kvázi a vírusnak a leküzdésében, illetve magas neutralizációs ellenanyagszintek alakultak ki. A neutralizációs ellenanyagok azok, amelyeket, hogyha hozzákapcsolódnak a vírushoz, kvázi megsemmisítik a vírust, majdnem, hogy azt mondom, hogy nem engedik, hogy a szervezet megfertőződjön vele. Tehát akik túléltek, ezekben mind a kettő szint nagyon magas volt. Akiket vakcináltak, azokat ugye 2 vakcinát kaptak, tehát megkapták az egyiket, úgynevezett booster, tehát dózist, egy második dózist, ami segítette, hogy még jobb ellenanyagszintjük legyen. Ezt azt találták, hogy ezekben is vannak neutralizációs ellenanyagok, de alacsonyabb, mint a túlélőkben, de ugyanúgy neutralizálták a vírust, nem olyan nagy hatásossággal, de ahhoz megfelelően, hogyha újra elkapják a fertőzést, akkor nem fognak megbetegedni tőle.
Ugye említettem, hogy ez egy glikoprotein alapú vakcina volt, tehát azt várták, hogy csak a glikoprotein ellen tud a vírusnak tulajdonképpen ellenanyagot képezni, de azt találták, hogy a teljes vírust képes neutralizálni, miután ez egy olyan fontos fehérjéje a vírusnak, hogy ennek hiányában nem tud, tehát ha ezt megtámadják, akkor nem tud tulajdonképpen a vírus megfertőzni az embert. Ami igen érdekes volt, hogy ugye megnézték a kontaktokat is. Azok, akik ugye nem betegedtek meg, vagy csak nagyon gyenge tüneteik voltak, de nem gondolták úgy, hogy ők ebolások, meglepő módon nekik is volt ellenanyaguk, és nekik is volt neutralizációs ellenanyaguk. Ez ugye felvetette azt a kérdést, hogy akkor a kontaktok is valójában, néhány ez a 20% valójában, aki találkozott a vírussal mégis, és nem betegedett meg, vajon ők mitől nem betegedtek meg? Tehát más a szervezetük, mások genetikailag, vagy csak annyira alacsony szintű fertőzöttek a vírussal, hogy nem alakultak ki tünetei. Hát jelenleg ezt is kutatják, hogy ezek az embereknek mik azok az egyedi jellemzői, akár immunológia, akár genetikai, amitől ők nem betegedtek meg, tehát hogy ez segíthet-e a vírus elleni küzdelemben a továbbiakban. Na most a negatív csoport, akik azt állították, hogy ők soha nem találkoztak fertőzöttekkel, vagy nem tudtak róla, bennük is találtak egy nagyon alacsony ellenanyag szintű választ, sőt, retrospektíven végignéztek néhány vért az elmúlt évekből, és azt találták, hogy a vírus már korábban is ott volt ezekben az országokban, csak valószínűleg nem okozott jellemző tüneteket, vagy úgy gondolták, hogy ezek maláriások, vagy egy hasonló a Lassa vírussal fertőzöttek, ami azon a területen endémiás, tehát jelen van. A másik nagy kérdés, hogy meddig hatásos a vakcina? Hát ugye 14 hónapja folyik a vakcina kísérlet, ez alatt a 14 hónap alatt még mindig hatásosak a vakcinák. Ez az idő folyamán fog kiderülni, hogy meddig védenek az újrafertőződés ellen. Kezelések tekintetében ugye a vakcina az egyik, ami segíthet legyőzni egy járványt, a másik pedig akik megbetegedtek, azoknál hogyan alakul ez. Hát ugye csak támogató terápiát tudtak adni a kezelési központokban, tehát fájdalomcsillapítást, folyadékpótlást, és különböző antibiotikumot a bakteriális fertőzések ellen. Különböző ellenanyagok voltak, különböző gyógyszerek, ezek közül ugye volt a konvaleszcens szérum, ez azt jelenti, hogy a már túlélőkből levett szérumot odaadták, tehát a vérét levették, szeparálták, és a benne lévő ellenanyagokat, kvázi a vért azt odaadták annak, aki megbetegedett. Hát ennek ugye vannak veszélyei, hogy például más fertőzést is hordoz, és azt is megkapja ezáltal az egyén, akinek beadták. Úgyhogy inkább próbáltak a gyógyszeres kezelések közül elmenni. Itt a favipiravírt emelném ki, amely igen állatkísérletekben egy igen hatásos szernek bizonyult. Erre egy úgynevezett Yiki trialt az MSF az orvosok határok nélkül a kezelések során kvázi kezelte a betegeket, két csoportra osztották őket a kezelések után. Ugye azt mondták, hogy mindenki megkapja a kezelést, nem lehet kontrollcsoportot csinálni, hogy őt most kizárjuk, és ő lesz a kontrollcsoport, és nem kap kezelést. Azt találták, hogy igazából annyira nem volt hatásos, mint az egérkísérletek alapján várták, de azokban, akiknek nagyon erős válaszuk volt, tehát akik nagyon magas kópia száma, nagyon sok vírus volt bennük, náluk nem igazán számított, hogy kapták el a gyógyszert. Azok viszont, akik ilyen közepes mértékű vírus szám volt bennük a kezdetén, náluk sokat számított. Tehát náluk ők a túlélők, tehát sokkal nagyobb arányban voltak túlélők, mint azt az eddigiek során kapták. Tehát aki kapta a kezelést, mégiscsak valamennyire hatásos volt. Hát további kérdéseket ugye felvetett a vírusnak a genetikai változása. Ugye minden járvány során ez egy RNS vírus, azt jelenti, hogy nem rendelkezik hibajavító mechanizmussal, tehát ha valami hiba benne van, a mi szervezetünknek vannak olyan enzimei, amiket ezek kijavítják. Egy RNS vírus esetén nincsen ilyen, tehát a hibák azok tovább adódnak, és egyre több hiba van benne. Ezek által a hibáknak a fellépését úgynevezett szubsztitúciós rátának nevezzük, amely ebben az esetben, ugye RNS vírusoknál ez a legnagyobb. Itt jelenleg azt mondhatjuk, hogy ez kisebb most, mint a járvány elején, valószínűleg, ugye ahhoz, hogy hozzászokjon az emberi szervezethez, neki ezt kellett csökkenteni, nem változhatott olyan nagyon nagy mértékben. Viszont sokkal nagyobb, mint két járvány közötti időszakban, ugye, amikor nem tud emberről emberre átadódni, hanem csak a denevérekben van. Valószínűleg a denevérekben ez a szubsztitúciós ráta viszonylag állandó, tehát bennük nem változik annyira.
Ezt úgy nézték meg, hogy a több 180-200 genomot megszekvenáltak, tehát a teljes genomot, és megnézték, hogy az eredeti genomhoz képest mekkora az eltérések. Ez itt látható, hogy a járvány elején még viszonylag kisebbek voltak az eltérések, mint a járvány végén, de ha magát a különbségeket nézzük, akkor a különbségek során, ez a Nature-ben jelent meg ez a cikk, akkor látható, hogy egyre lassult a járvány során tulajdonképpen ez a szubsztitúciós ráta. Most minden ilyen egyes genetikai változás ugye az aminosavak változását hozza magával, ami a fehérjék változását is okozhatja, tehát ez azt jelenti, hogy a vírusnak a fehérjéi megváltoznak. Ha egy fehérjéje megváltozik, az azt hozhatja, hogy másképp kapcsolódik, tehát más gazdaszervezetet keres, a vakcina alól megpróbál kibújni a hatásosságában. Jelenleg ezt vizsgálják, hogy ezek a fehérje változások hogyan hatnak a vírusnak a fertőző képességére, vagy akár a vakcinák alól ki tudnak-e bújni. Az mi laboratóriumunknak, hogy mi a szerepe az ebola vírus kutatásokban? Sikerült egy ilyen nagy konzorciummal részt venni, ez az úgynevezett Evident pályázat, amely egyike volt egy ilyen nagy európai pályázatoknak, amiket támogatott az Európai Unió, hogy segítsünk leküzdeni az ebola vírus okozta járványt, illetve a továbbiakban, tehát nem csak a járvány leküzdése, hanem a többi további járványok kialakulása. A mi laboratóriumunk 200 mintát kapott a járványból, és hát ezek minden volt, magzatvíz, placenta, köldökzsinórvér, teljes vér, plazma, kapilláris vér, tehát az újbegyből származó vér, toroktörlet, tehát igazából minden, ami egy emberből származhat, még széklet is. És a feladataink többek között az voltak, hogy milyen körülmények azok, amik befolyásolják a minta fertőző képességét, amik tárolják azt. Ezt később elmondom, hogy miért olyan fontos, hogy meghatározni, hogy meddig fertőzőképes egy minta, tehát hogyha már a vére negatív, de a vizeletben még az örökítő anyagot ki tudják mutatni, az fertőzőképes-e, tehát haza lehet-e bocsátani a beteget, a családtagokra nézve veszélyes lesz-e. Milyen egyéb bakteriális fertőzései voltak a betegnek, tehát például, hogy más antibiotikumot indikált-e adni ebben az időszakban. Milyen másik minták alkalmasak még a diagnosztikára, hiszen nagy szociális ellenállás volt, hogy folyamatosan mindenkitől teljes vért vegyenek. Hát ugye bizonyos vallási különbségek vannak, amelyek ezt bizonyos vallások meg is tiltják a vérvételt, illetve hogyan változik a vírus a lappangás során. Meddig fertőzőképes a felgyógyult személy? Hát eddig ismereteink szerint ugye a legtovább az ondóból lehetett kimutatni a vírust, ez az örökítő anyaga. Ez nem azt jelenti, hogy eddig volt fertőzőképes. 488 nap volt az, amit ki lehetett mutatni, de hát ugye több mintából is, például vizeletből még akár 64 napig is ki lehetett mutatni, de a fertőzőképessége például csak 26 napig volt fertőző. Tehát a kérdés az az, hogy ez még tovább fertőz, tehát ki tudunk-e mutatni még ennél további fertőzőképességet, jelenleg ezen dolgozik a laboratóriumunk, vagy azt mondhatjuk, hogy ez az az utolsó nap, amikor még biztos, hogy bent kell tartani. Csarnokvízből például ugye ez a szemben található, tehát bizonyos immunológiai helyekre elbújhat a vírus, és ott tovább fertőzőképes maradhat, ilyen ugye például az előbb említett ondóváladék is. Hát az ondó az egy kicsit nehéz kérdés, mert kezdetben úgy olyan adataink voltak, hogy 82-90 napig fertőzőképes. Egy később bemutatom, hogy tulajdonképpen ez sokkal tovább fertőző, mint gondoltuk. Hát ugye a Bernard Nocht intézete Hamburgban én voltam idén 2 hónapot az év elején, és ott kezdtük ezeket a vizsgálatokat. Hát ugye miután ezek a minták torokból, izzadmányból, bőrről, vizeletből származnak, ezért ezek fertőzőképesek voltak, de úgy is, hogy bakteriális kontaminációt tartalmaztak, tehát meg kellett határozzuk, hogy mik azok az antibiotikumok, amelyek használhatóak ahhoz, hogy a sejtkultúráinkat se károsítsuk, az állatkísérletekben is használhatóak legyen, de mégsem befolyásolja a vírus tenyésztésének a körülményeit, illetve mik azok az antibiotikumok, amik ezek után az orvosok határok nélkül adjon a betegeknek. Hát ott ugye egy véresagaron látszik nagyon sokféle baktérium, ezeket mind sikerült kitenyésztenünk a mintából. Ugye magát azt, hogy mennyi ideig fertőzőképes a vírus, úgynevezett sejtvonalakon tudjuk meghatározni, tehát rátesszük a mintát tartalmazó folyadékot, és többször
átoltjuk ezeket, és utána pedig azt nézzük, hogy a vírus szaporodott-e benne. Ha szaporodott, ugye akkor fertőzőképes volt a minta. Ez nem egy olyan érzékeny módszer, mint az állatkísérletek, azok körülbelül 3-4-szer érzékenyebbek, úgyhogy ezért használunk egereket is a mintákból való izolálásra, hiszen itt nagyon fontos, hogy meghatározzuk, hogy mi az az utolsó pont, ahol még fertőzőképes lehet. Jelenleg az összes anyatejből sikerült kitenyésztenünk a vírust, és van egy olyan párunk, ahol egy anyatejből és az újszülöttből, vagy egy anyából és az túlélő újszülöttből is sikerült izolálni a vírust. Következő lépésünk az lesz, hogy összehasonlítjuk, hogy mennyire változott a vírus, mert ez volt az első túlélő baba, aki túlélte a járványt Guineában. Hát valamit vizeletből, izzadmányból, amiből eddig nem sikerült kimutatni a vírust, toroktörletből, vérből és magzatvízből mind-mind sikerült izolálni. Visszatérve az Ondorra, ugye eddig úgy tudtuk, hogy 82 napig fertőzőképes, a Hamburgban végzett kísérleteink alapján azt láttuk, hogy 254 nap volt a maximum, amit ki tudtunk mutatni, de valószínűleg ennél sokkal több ideig fertőzőképes, ugyanis 2016 márciusában már jó ideje nem volt járvány, amikor történt egy úgynevezett klaszter, tehát megint történtek fertőződések. Nem tudták hova kötni ezeket, megszekvenálták a vírust, és megnézték, hogy ugye mindenki, aki megbetegedett, mindenkinek megszekvenálták a mintáit, és visszakövették, hogy ki volt az a kontakt, akitől elkapta. Kiderült, hogy ez egy szexuális úton történő fertőződés volt, majdnem több mint egy évvel azután, hogy a beteg megbetegedett, felgyógyult, tehát több mint egy évig volt fertőzőképes az ondójában lévő vírus. Ez alapján készítettek egy projekciót, hogy körülbelül a populáció hány százaléka fertőzőképes az idő előre haladásával egy járvány. Ugye? Ez azért fontos, mert ugye Afrikában nem igazán elfogadott az óvszer használata, tehát azokat, akiket elbocsátottak a kezelési központból, folyamatosan óvszerrel láttak el, ezáltal is ugye csökkentve az esélyét, hogy megfertőződjenek a kontaktok, illetve a szexuális partnerek. Hát ugye felmerült, hogy ezek után akár szexuálisan átvihető betegség is lehet. Ugye jeleztem, hogy alternatív diagnosztikai megoldásokat kerestünk, mert a teljes vérnek a levétele nehézségekbe ütközött, például egy csecsemőnél egy teljes csőnyi vérlevétele, ezért egy úgynevezett kapilláris, tehát újbegyből vett vért is teszteltünk. Úgy találtuk, hogy ez igen jól használható, a specificitása 100%-os volt, tehát mindenki, akit kapilláris vérből és teljes vérből teszteltünk, az mindenki pozitív volt. Az érzékenységgel egy kicsit alacsonyabb volt, tehát azt mondhatjuk, hogy bizonyos korlátozások mellett használható, tehát például a beteg követése során nem szükséges minden nap teljes vért venni, hanem elég az újbegyét megszúrni. Ez ugye nagyon fontos volt a kezelési központban, mert hát a tűszúrásos balesetek azok igen gyakoriak és igen veszélyesek lehetnek. Valamint teszteltünk egy másik lehetséges megoldást is, a teljes vér versus a vizeletnek, tehát hogy vizeletből hányadik naptól kimutathatóak-e. Itt még folynak a kísérletek, de úgy néz ki, hogy lehet, hogy a vizelet is alkalmas lesz bizonyos korlátozások mellett szintén a mintáknak az analízisére. A mintákból való fertőzőképességet vizsgálatot, tehát azt, hogy tulajdonképpen a minta tárolása során hogyan változik a fertőzőképesség, ezt is a laboratóriumunk vizsgálta. Ez azért nagyon fontos, mert ugye a vége felé egyre kevésbé fertőzőképesek a minták. Tehát ha a tárolás során ebből a fertőzőképességből veszít, akkor kvázi egy nem megfelelő eredményt tudunk megmondani, hogy hányadik napig egy kvázi hamis eredmény, hogy már hazabocsátható a beteg, közben még fertőzőképes. Tehát teszteltük, hogy mik azok a körülmények, amik befolyásolhatják a teljes vérnél, a vizeletnél, illetve a kapilláris vérnél a fertőzőképességnek a vizsgálatát. Ezt ugye csináltunk belőlük egy vírushigítási sort és egy úgynevezett plak módszerrel, plak titrálási módszerrel. Ezek a zöld pöttyök egy-egy ebola vírust jelentenek, tehát megfertőzi a sejtet és a körülötte lévő sejtekbe szétterjed, ezt pedig utána festéssel tudjuk kimutatni. Tehát így teszteltük, hogy mennyivel csökken. Azt találtuk, hogy a fertőzőképességet legfőképpen ugye a hőmérséklet befolyásolja. Vizsgáltuk a mintákat mínusz 80 fokon, az számított kontrollnak, 4 fokon szobahőmérsékleten, illetve hát az afrikai körülmények 37 fok, és illetve hát efeled. Azt találtuk, hogy a vizelet esetén már néhány nappal, tehát hogy már ha itt megnézitek,
ez 0-12 és 24, tehát egy napon belül már annyira csökken a fertőző képessége a mintának, hogyha nem megfelelően 37 fokon volt tárolva, mint ahogy ugye, amikor a libériai határtól jöttek a minták, ugye napon át sokáig a jeep a napon keresztül jött, hogy akár már akkor elveszítheti jelentős mértékben, tehát veszít a fertőző képességéből. A teljes vér az viszonylag stabil volt, ugye ez egy nagy fehérje tartalmú, viszont a kapilláris vér szintén hamar elveszítette a fertőző képességét. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy 4 fok volt az ideális, ahol megnéztük, hogy azok a 4 fokos tárolási körülmény az az ideális, ahol hosszabb távon se veszít annyit a fertőző képességéből, hogy ez befolyásolná az eredményeket. És hát tulajdonképpen ez egy ajánlást fogalmazunk meg a WHO és az orvosok határok nélkül számára, hogy a további járványokban a fertőző képességi vizsgálatok, illetve minden minta esetén, amit később laboratóriumokban kell felhasználni, illetve további kutatási célokra, azokat ilyen hőmérsékleten ennyi ideig lehet tárolni. Tehát tulajdonképpen a mi munkánk ez, hogy hogyan veszünk részt az ebola járvány elleni küzdelemben, hogyan kapcsolódik ez az egész munkánk Afrikához, és hogyan próbálunk egy járvány elleni küzdelemben, az ebola vírus elleni küzdelemben egy kis részt bevállalni a nemzetközi szinten. És hát a team, akivel én kint voltam Afrikában, Thomas Drecker volt a teamvezetőnk, Marburgból származott, a Marburgi BSL-4-es laboratóriumban dolgozott Németországban. Heinz Ellerbruck, a veszélyes virális kórokozók egyik vezetője a berlini Robert Koch intézetben, illetve 2 afrikai munkatársunk, Joseph és Raymond, akik jelenleg mind a ketten Európában PhD-znek. Így volt a mi tímünk, ahol egyedüli nőként vettem részt ebben a munkában, ebben a tímben. Későbbiekben persze több nő is részt vett, csak a mi tímünk valahogy úgy szerveződött, hogy egyedüli lányként, de egy nagyon jó, nagyon hihetetlenül támogató tímmel voltam, akikkel nagyon sok mindenen átsegítettük egymást. És hát szeretném megköszönni a figyelmet. És ha valakinek bármilyen kérdése van. Szeretném megköszönni Bernadettnek, hogy átfogó képet kaphattunk az eboláról, illetve hogy veled utazhattunk Afrikába. Ha egy szubjektív megjegyzést szabad tennem, akkor, mint egykori évfolyam társad, én nagyon büszke vagyok rád, és köszönöm, hogy itt a Csodák Portájában is ezt megosztottad velünk. Van időnk néhány kérdésre, addig is, amíg itt a közönség soraiban ezen gondolkodnak. Arról egy kicsit mesélnél, hogy hogyan is lehet felkutatni azt, hogy honnan indult el egy ilyen vírus? Gondolom, hogy azért az adminisztráció sincs teljesen rendben Afrikában. Hogy sikerült mégis kideríteni, hogy ki volt az, akitől elindult ez az egész? Tulajdonképpen ez ugye ilyen visszakérdezések során zajlik, hogy megkérdezik, hogy azt, akit diagnosztizálnak fertőzött betegként, hogy és te kivel találkoztál, és kivel kaptad el. Ugye ezek ilyen nagyon nagy szociális hálók Afrikában, tehát például Guinea és Sierra Leone között ilyen mindennapi átjárás volt meg Libériában, és a családok egy része itt lakik, ott lakik, átjárnak a temetésekre. Tehát ilyenkor nagyon fontos ez az úgynevezett contact tracing, vagyis a betegkövetés, hogy kik vettek részt a temetésen, kik azok, akik megfertőzöttek, annak az összes hozzátartozóját, mindenkit, akit ismer, kikérdezni, és így szépen lassan vissza lehet vezetni a kérdések által, hogy ki volt az első eset. Hát ugye itt találták meg ezt a 2 éves kisfiút is, akiről valószínűsítik, hogy ő volt az első eset, tehát biztosat ilyen szempontból nem lehet állítani, mert mint ugye láttuk, korábbiakban is már történtek ilyen elhalálozások, legalábbis ami utólagosan a vérminták analízisét támasztja alá. Hatalmas dolog nap mint nap szkafanderba öltözni és bemenni a laborba, de talán még nagyobb dolog elmenni Afrikába és ott segíteni. Tervezed, hogy visszatérsz? Vannak ilyen terveid? Hát én mindenképp szeretnék, és azt hiszem, hogy aki veszélyes kórokozókkal foglalkozik, én szerintem az a csúcs, hogyha egy járványon részt lehet venni. Amit igazából ez ilyen kalandvágyból az ember kimegy és megcsinálja, én nagyon sokat tanultam Afrikában a kórokozó iránti alázatról, az, hogy láttam, hogy tehát mi a laborban ugye nem találkozunk a betegekkel, de ott szembesültünk azzal, hogy ez a kórokozó igenis halálos, és hogy mit tud okozni emberekben. Tehát én azt hiszem, hogy mindenki, aki egy ilyen helyzetben részt vesz, kicsit megváltozik az élete, és másképp gondol néhány dolgot, de mindenképpen szeretne visszamenni. Azért, hogy segítsünk, azért, hogy részt vegyünk egy ilyen folyamatban, és azért, hogy bármilyen kis munka révén, de segíthessünk egy ilyen járvány megelőzésében vagy felszámolásában.
Amennyiben nincs több kérdést, azt gondolom, hogy ettől jobb végszó talán nem is kellett. Még egyszer köszönöm Bernadettnek, hogy eljött közénk, és egy kis ajándékkal szeretném megköszönni, hogy itt voltál, és az interneten keresztül is tudomány népszerűsítettél. Ezt a linket megosztja majd a Kutatótanárok Országos Szövetsége is, aki partnerünk, illetve szeretném mindenkinek megköszönni, aki eljött. Majd arra is megkérlek, hogy az emlékkönyvünkben néhány sort írjál, hiszen ez volt most már a 11. alkalom. Köszönöm a Galileo Webcast csapatának a közvetítést, és várunk mindenkit szeretettel legközelebb december 13-án, amikor Keszthelyi Tamás a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontjának munkatársa lesz itt velünk, és köszönöm mindenkinek, aki velünk tartott. Köszönöm szépen!